Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője című regényét szeretném a kedves nézők figyelmébe ajánlani. Tinédzser koromban olvastam kötelező olvasmányként ezt a regényt, és a múlt évben újra olvastam felnőtt fejjel, mert a 7. osztályos kislányomnak is kötelező olvasmány ez a regény, és úgy gondoltam, hogy akkor fogunk tudni róla közösen beszélgetni, hogyha újraolvasom ezt a regényt, és felidézem, hogy mi minden történt benne. Magam is meglepődtem, hogy egészen más fogott meg benne tínédzser koromban, és egészen más fogott meg benne felnőtt fejjel újraolvasva a történetet. Nagyon tetszett, hogy keretbe foglalja Mikszáth a történetet, viszik a kis Veronkát, ez az első fejezetnek és az utolsó fejezetnek is a címe, és ezzel már meg is neveztem egy szereplőt, egy hölgyet, aki a főszereplőnek, a plébános úrnak a testvérkéje. A regényben Szent Péter esernyője jelenik meg. A falu béliek, a Glogova béliek nevezik ezt az esernyőt, amely ezt a kis Veronkát megmenti egy zivatar kellős közepette. Nevezik el Szent Péter esernyőjének, és e körül az erekje körül, erekjeként tisztelt esernyő körül forog az egész történet. Van benne humor, van benne irónia, rivalizálnak egymással, mint most jelenleg a 21. században is az emberek, rivalizálnak egymással tehát a szereplők. Mindeközben Mikszáth reális eszközökkel rajzolja meg a környezetet, a falubélieket, a szereplők jellemét, de a romantikus meseszövés, a szerelmi szál is ott van a regényben, amely az olvasókat szórakoztathatja. A gyámoltalanok oltalmazójaként jelenik meg Szent Péter ebben a történetben, egy csoda folytán, az egyik szereplő lelki szemei előtt, és az egyik szereplőnek köszönhető az, hogy ezt az esernyőt, amely körül forog az egész történet, Szent Péter esernyőjének nevezik el. Kérik az emberek, hogy amikor a plébános úr bármilyen tevékenységet végez, temet, vagy éppen keresztel, fiatalokat összeesket, akkor ez az esernyő mindig legyen jelen. Ennek köszönheti egyébként Glogova, ez a kitalált helyszín, a felemelkedését, mert ugye egy nagyon szegény kis falucskáról van szó, amely a mű végére gazdaggá válik. Hogy minek köszönhetően, azt megtudja mindenki, aki elolvassa ezt a regényt.